A redőnyök megolvadtak, az ablakok megrepettek, 100 méteres lánggal égett a gáz, nem sérült meg senki. Álmokfutóként tört be spanyol területre egy embercsempész Észak-Afrikában, 50 migráns hozott be így az Unióba. Újabb lavinák és földcsuszamlások pusztítottak az Alpokban, megállás nélkül havazik, rengeteg utat lezártak. És tovább küzdenek az árral Velencében, egy hét alatt háromszor tetőzött a víz, javulás csak holnaptól várható. Ez a híradó 7:30-tól, az M1-en Meszes Boglárka vagyok, jó estét kívánok! Gázrobbanás történt az éjjel Püspökladányban. A kiömlő gáz több 10 méteres lánggal égett a közeli házakon, berepettek az ablakok és a redőnyök is leolvadtak a nagy forróságtól. Egy föld alatti cső sérült meg az éjszaka kellős közepén, a gáz pedig pillanatok alatt belobbant. A településen nem kis riadalmat keltett a hangos robbanás, sokan az utcára mentek, ahol nappali világosság fogadta őket. A balesetben senki sem sérült meg. Hajnali 3:02. Villámetes süvítő hang és legalább 100 méterre feltörő lángok. Ezt a videót egy püspökladányi férfi a teraszról készítette telefonjával. A hatalmas tűz az egész környéket bevilágította. Egy föld alatti cső sérült meg egy gázfogadó állomás közelében. A kiáramló gáz pedig pillanatok alatt meggyulladt. A tűzoltók nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre, mintegy 40-en próbálták megfékezni a lángokat. Egy méter átmérőjű cső sérült meg, ebből szivárgott a gáz, és ez lobbant be. A belobbanás erejét mutatja egyébként, hogy a kollégám most mutatja a gázbefogadó állomást, de ha egy kicsit oldalra fordul, akkor ott látszik körülbelül az állomás egy olyan 150 méterre az a vezetékszakasz, amit a robbanás ereje röpített ki. Ha egy kicsit tovább megyünk képileg, akkor látszik, hogy még mindig dolgoznak a tűzoltók, a meggyulladt körbálákat, illetve a nádat oltják. A detonáció ereje akkora volt, hogy a helyszíntől 150 méterre kettéhasat, megolvadt vezetékdarabok hevertek a szántóföldön. A föld pedig a forróság miatt üvegesre olvadt. Így meghajlott és a saját súlyától esett le. Olyan hő volt, hogy nagyon nagy. A közeli utcában több házredőnye megolvadt, az ablaküvegek pedig megrepettek a hő hatására. Károly Sándor azt mondja, mikor kinyitotta a ház ajtaját, nagy forróságot érzett, és sokkolta a látvány is. Egy nagy dörrenés volt, és utána egy nappali fény áradat. Azt hittem, hogy mivel itt ez a gázfogadó állomás, azt hittem, hogy ott történt, de jól hittem, hogy ott történt valami, vagy pedig valami, hogy repülő lezuhant, vagy valami ilyesmire gondoltam. Ez pedig már egy másik videó, amelyet egy nádudvari nézőn készített. A Püspökladánytól 15 kilométerre fekvő településen is lehetett látni az óriási tüzet. A katasztrófa védelem szerint nem sérült meg senki, és a mérések sem mutattak ki veszélyes anyagot a levegőben. Nagyon megijedtek sokan az utcára, rohantak ki hajnalban. Volt, aki el is hagyta az otthonát, de nem kellett lakosságvédelmi intézkedésre, nem került soha, nem kellett senkit kiköltöztetni. A sérült vezetéket a tűzoltók elzárták, a 42-es főutat pedig délelőtt már megnyitották. Egy ember meghalt, amikor leszakadt egy híd Dél-Franciaországban. Jelenleg is nagy erőkkel tart még a mentés Toulouse közelében, ahol több autó is a vízbe zuhant az összedőlt hídról. 4 embert szemtanúk segítségével élve húztak ki a vízből, egy 15 éves lányon viszont már nem tudtak segíteni. A hidat egyébként 2003-ban újították fel. Újabb lavinák és földcsuszamlások pusztítottak az Alpokban. Egy idős osztrák férfi meghalt, amikor a házát a sár és a törmelék teljesen betemette. A hegyekben megállás nélkül havazik, az alacsonyabb részeken pedig eső esik, ezért továbbra is nagy a lavina veszély a térségben. Rengeteg utat lezártak, van olyan település, amit nem is lehet megközelíteni. Több házból evakuálták az embereket, mert közvetlen veszélyben vannak. Lavina csúszik be a házak közé. A felvétel vasárnap készült Dél-Tirolban, ahol néhány nap leforgása alatt másfél méter hó esett. A lavina miatt Bolzano közelében 6500 háztartás maradt áram nélkül. Éjszaka a határ túloldalán Ausztriában is megismétlődött ez a jelenet. A bádgásteiniek már nem voltak annyira szerencsések, mint olasz szomszédaik. A sárlavina itt letarolt egy házat, két ember temetve maga alá.
A tűzoltók szó szerint élet-halál harcot vívtak az elemekkel. Nagyon örülünk, hogy élve ki tudtuk menteni azt a két embert. Nagyon kemény munka volt. A sár közben folyamatosan csúszott velünk együtt. Menekülnünk kellett volna, de közben sírt bent egy asszony. Valódi dráma volt, mondja a tűzoltó parancsnok. A tartomány kormányzója ezután elrendelte a település evakuálását. 23 házat evakuáltunk, mert életeket fenyegetnek a sárlavinák, mondja a kormányzó. Napközben aztán Bad Kleinkirchenben is megcsúszott az átázott hegyoldal, ráomlott a házakra. Egy 79 éves férfit temetett maga alá, ő az első áldozata a szokatlanul korai télnek Ausztriában. A másfél méteres hó miatt nem engedik rá a kamionokat az Ausztriát Olaszországgal összekötő Brenner hágóra. Bár a veszteglő teherautók már ki sem tudnának hajtani a parkolóból, annyira belepte őket a hó. És a vasúti közlekedés is leállt a hágón. Az északról érkező szerelvények az innsbrucki pályaudvaron ragadtak. Ausztriában 1800 tűzoltó küzd a szokatlanul zord és korai téllel. Karintiában, Tirolban és Salzburg környékén több ezer háztartás van áram nélkül. Ráadásul a következő két napban újabb 25 centi havat jósolnak a meteorológusok. A korai télnek volt előzménye Ausztriában. A tiroli Zöldenben november 9-én lavina temetett maga alá két a kijelölt pályán kívül síelő turistát. Az ilyen korai síbaleset eddig szinte elképzelhetetlen volt. Egy évvel ezelőtt az első lavina baleset csak december közepén történt. Vészhelyzetet hirdettek az olasz hatóságok az ország több északi tartományában. Már csak nem egy hete sújtja ítéletidő a térséget. Rengeteg eső és vihar pusztított. Több települést elzártak a külvilágtól az áradások. Boronya környékén átszakadt a vasúti töltés, egy 200 fős falu lakóit pedig helikopterekkel kellett kimenteni. Velencében sem javul a helyzet, Firenzében pedig pár centi hiányzik csak, hogy az Arno folyó elöntse az egész történelmi belvárost. Nem mindennapi felvételeket tett közzé az olasz rendőrség. Helikopterről mérték fel a firenzei vészhelyzetet. Az év nagy részében alig csordogál víz a várost átszelő folyómedrében, de a heves esőzések miatt az Arno most majdnem 5 méteresre duzzadt. Ezek a felvételek az ország legkeletibb tartományában, Friuliban készültek. Ott harmadik napja folyamatosan zuhog az eső. Barcsizban is esélytelen küzdelmet folytatnak az elemekkel. A településre vezető egyetlen alagudva betört a víz, és a tó is kilépett a medréből. Két napja folyamatosan takarítjuk az utakat, de a munkáknak semmi haszna. Amit megtisztítunk, azt újra elönti az ár. A faluban minden veszélyben van. Az emberek nem tudnak munkába menni, panaszkodott a település polgármestere. Délebre sem jobb a helyzet. A Pó és mellékfolyói kiléptek a medrükből. Több tízezer hektár mezőgazdasági terület került már víz alá. Egy Bologna környéki települést teljesen elszigetelt az áradás a külvilágtól. A falut csak a tűzoltóság két éltű lánctalpasaival lehet megközelíteni. A helyieket mentőhelikopterekkel evakuálták. Velencében pedig vasárnap ismét 150 cm-en tetőzött a dagály. Habár a csaknem 2 méteres rekord nem dőlt meg, de először fordult elő, hogy egy héten belül háromszor is elöntötte a várost a víz. Ahol a víz visszahúzódott, ott megkezdődött a takarítás és a fertőtlenítés. Az előzetes becslések szerint az egy hete tartó áradások mintegy 300 milliárd forintnak megfelelő kárt okoztak. Ha nem lesz megoldás a természeti katasztrófákra, Velence végleg elsüllyedhet a tengerben. Meg kellene a kutatóknak vizsgálniuk, hogy hogyan tudnánk inkább felhasználni a természet erejét alternatív energiaforrásként, mondta Velence polgármestere. A sós víz folyamatosan rongálja a cölöpökre épült házak tartó szerkezetét. A világörökség részét képező Velence több nevezetessége is veszélyben van. Több mint 50 ezer család vette igénybe július óta a babaváró támogatást, ismertette az ifjúság és családügyért felelős államtitkár a parlamentben. Novák Katalin elmondta azt is, hogy a nagycsaládos autóvásárlási támogatást igénylők száma pedig átlépte a 20 ezret. Az államtitkár úgy fogalmazott, látva a számokat, kijelenthető, hogy a családvédelmi akcióterv minden eddigi várakozást felülmúlt. Hozzátette, a kormány célja, hogy hosszú távon kiszámítható és folyamatosan bővülő intézkedésekkel segítse a magyar családok boldogulását.
Ott van 100 000 olyan fiatal, 50 000 olyan fiatal házaspár, akik tudnak egy 10 millió forintos, akár vissza nem fizetendő támogatást kapni a gyermekvállaláshoz, családalapításhoz. Ez ugye egy kamatmentes, szabad felhasználású kölcsön, ami akár 10 millió forint is lehet, de hogyha gyermekeket vállalnak az elkövetkező években ezek a fiatalok, akkor részben vagy egészben ezt a támogatást, ezt a kölcsönt nem kell egyáltalán visszafizetniük. Országos program indul a gyermekvédelem és a vendéglátás összekötésére. A Mosolyt Fakaszt elnevezésű akcióban nem csak vendégül látják a gyermekotthonokban élő fiatalokat, hanem lehetőséget is kínálnak nekik arra, hogy jobban megismerkedjenek a gasztronómiával. Mosolyt Fakaszt. Ez a program neve, ami Miskolcon indult. Ebbe az étteremben már hetente érkeznek gyermek és lakásotthonokból. Azok a hátrányos helyzetű fiatalok, akiket érdekel a vendéglátás. Kettő limonádé. Ebben a miskolci étteremben a csúcsgasztronómia mellett a sörfőzéssel is megismerkedhetnek. Halász Norbert, az ötletgazda szerint ez nem csak nekik, hanem az iparnak is segítség lehet, ugyanis nagy szükség van a lelkes utánpótlásra. Miért fontos, hogy egy magas gasztronómiából induljon ez a kezdeményezés? Mert a gyerekek szerintem úgy kaphatnak életpályát, hogyha olyan embereket látnak, akik minimum szeretik, amit csinálnak. Hogyha még ez a szenvedélyük is, akkor gondolom hamarabb bátragad. Úgyhogy elkezdtük, belevágtuk, és hétről hétre fogadva a gyerekeket azt vettük észre, hogy nagyon élvezik, csillog a szemük, és nekünk az a dolgunk szerintem, hogy ezt a tüzet jó irányba fordítsuk. Tehát azt gondoltam, hogy ha ez ilyen sikeren működik Miskolcon, miért ne folytathatnánk az ország számtalan részén. A gasztronómiát és gyermekvédelmet egybefogó program mellé állt az Emberi Erőforrások Minisztériuma is. Valahol ott kezdődik mindig a szociális gondoskodás, és ahhoz, hogy valaki ezt meglépje, ahhoz a legeslegfontosabb dolog az, hogy legyen ehhez elég bátorsága. A szociális ügyekért felelős államtitkár szerint példaértékű, hogy a piaci szektorból ilyen bátorsággal állnak a hátrányos helyzetű gyerekek mellé. A gyerekvédelemben lévő gyermekeknek a legfontosabb ismertetője az az, hogy olyan traumákon mentek át, amint sokan elképzelni sem tudnak szerencsére az életben. Ahhoz, hogy ebből kijöjjenek, ahhoz kell valami közösség, kell valami kapaszkodó, amely kapaszkodót meg kell tudniuk tapasztalni az életbe. És szerintem az a mi feladatunk, hogy minél több ilyen kapaszkodót tudjunk építeni. A miskolci étterem mellett hamarosan több vendéglátó is csatlakozik a programhoz. A Gasztronómia Egyesület elnöke nagy reménységgel tekint a Mosolyt Fakaszt programra. Az éttermek azért kapcsolatban vannak termelőkkel, borászokkal és olyan gazdasági szereplőkkel, akik szintén ugyebár hiány szenvednek jelen pillanatban, vagyis munkaerő hiány van. Úgyhogy ez egy olyan nemes feladat lehet, és azt is szeretnénk ezzel majd a későbbiekben elérni, hogy ez akár más ágazatoknál is példamutató jellegű legyen. Magyarországon több mint 20 000 gyermek él állami gondozásban. Rendbontás, agresszió és trágárság egyetlen munkahelyen sem engedhető meg. Ha ezt nem teheti meg egy magyar munkavállaló, miért tehetnék meg a Jobbik képviselői? Így válaszolt Orbán Viktor a jobbikos Jakab Péternek, aki az országgyűlési képviselőkre vonatkozó szigorúbb szabályokról kérdezte a miniszterelnököt. A kormányfő több más ellenzéki politikustól is kapott kérdéseket a mai ülésen. Orbán Viktor az uniós támogatások miatt fizetendő korrekcióról szólva rámutatott, hogy az eddigi legnagyobb szabálytalanságot a 4-es metró szerződéseinél tárták fel, amelyet a baloldali kormányok ideje alatt kötöttek. Most már minket ellenzéki képviselőket kitiltanának innen a parlamentből. A parlamenti szabályok szigorításával foglalkozó törvényjavaslatot is kritizálta a miniszterelnök az intézet kérdésében, Jakab Péter a Jobbik frakció vezetője. Orbán Viktor válaszában hangsúlyozta, az ellenzék trágárságot, rendbontást és agressziót hozott be az ülésterembe, ami nem jó. Komolyabb következmények kellenek. Rendbontás, agresszió és trágárság egyetlen munkahelyen sem engedhető meg. Ha ezt nem teheti meg egy magyar munkavállaló, miért tehetnék meg a Jobbik képviselői? Több ellenzéki képviselő is kérdezte a miniszterelnököt arról, hogy az Európai Unió 7 operatív programban is talált hiányosságokat. A politikusok, köztük Gréczi Zsolt is, azt állították, hogy mindez 700 milliárd forintjába kerül majd a magyaroknak. A DK-s politikus szerint ezt nem a magyar embereknek kellene kifizetniük. Javaslom a büntetést ne kispénzű magyar emberekkel, magyar állampolgárokkal fizessék ki önök a büntetést. Válaszában Orbán Viktor hangsúlyozta, nem büntetés,
kifizetésről van szó, hanem kiigazításról. Kijelentette, nem lehet Magyarországtól pénzt elvenni, ugyanis hazánk az uniós pénzeket 113%-ban felhasználja. Képtelenség, hogy egyetlen forintnyi összeget is elveszítsen Magyarország. A miniszterelnök arról beszélt, a baloldalnak először a saját dolgaival kellene elszámolnia. Visszatérve ellenben arra a javaslat, hogy ki mit fizessen be, itt van azonban valóban büntetési tétel alatt egy nagyon kirívó eset, 4-es metrónak hívják. Az önök kormányzása alatt történt, esetleg fizessék be önök. A szép szavaknak az ideje lejárt. Schmuck Erzsébet az LMP frakcióvezető helyettese szerint a kormány csak a szavak szintjén támogatja a környezetvédelmet. Forrást alig fordít rá. Fontos mondat, hogy nem elegendőek a szép szavak, hangsúlyozta a kormányfő, aki ennek kapcsán a főváros klímavészhelyzeti tervét hozta fel. Múltkor, amikor kérdezett, akkor is mondtam önnek, hogy alig várom, hogy a főváros elfogadja a klímavészhelyzetre vonatkozó tervét, intézkedéseket hozzon, és ami jó, azt a nemzeti szintre emelhessük. Kár, hogy egyetlen ilyen döntés sem született. Az MSZP-s harangozó Tamás a köztársasági elnök fizetésének megemelését kérte számon a miniszterelnökön. Orbán Viktor válaszában kitért arra, hogy az önkormányzati választások óta csak néhány hét telt el, ez alatt a szocialisták a saját fizetésüket megemelték. Azt látom, hogy Gyurcsány korszak embereit visszahozták, élükön Draskovics miniszter úrral. Aztán azt látom, hogy Havasz Szófiát, aki az 56-os forradalmárokat nácikhoz hasonlította, sikerült visszahozni a városházára. Aztán azt látom, hogy egy büntetőügyben elítélt és eljárás alatt álló ügyvéd egy bizonyos Ceglédit folyamatosan megbízásokkal tüntetnek ki. Söprögesnek a saját házuk előtt, uraim. Harangozó Tamásnak a magánnyugdíj pénztári megtakarításra vonatkozó kérdése kapcsán a miniszterelnök azt hangsúlyozta, a szocialisták kormányzásuk alatt elvettek egy havi nyugdíjat. Ezzel szemben a jelenlegi kormánynak van egy megállapodása a nyugdíjasokkal, miszerint a nyugdíjak értéke nem csökkenhet, amíg polgári kormány van Magyarországon. Itt a vége, köszi. A Jobbik tiltakozik az ellen, hogy a szakoktató pedagógusokat a munkatörvénykönyve hatálya alá helyezzék. A párt szerint a Fidesz fokozatosan leépítette az oktatást, és ezt most felismerve új törvényt akarnak hozni, azonban ez csak tűzoltás. Ha a Fidesz meg akarja adni azt a béremelést, amivel most hitegeti az oktatókat, mint egy mézes madzagot elhúzva előttük, akkor azt mondjuk, hogy ezt a státusz módosítás nélkül is meg tudja tenni. Az LMP továbbra is a mátrai erőmű mihamarabbi bezárását sürgeti. A párt szerint Magyarországnak a megújuló energiaforrásokat kellene hasznosítania, a szén és az atomenergia helyett. A jövőbe kellene, hogy tekintsünk, és ahelyett, hogy szénerőművektől várjuk a megváltást, a megújuló energiák előtérbe helyezésével ez a kérdés megoldható lenne. A Mi Hazánk szerint a főpolgármester megbukott történelemből, amikor undorítónak nevezte a párt Horthy Miklós fővárosi bevonulásának 100. évfordulóján megtartott felvonulását. Apáti István azt mondta, javasolják Karácsony Gergelynek, hogy frissítse fel történelmi ismereteit, és kérjen bocsánatot Horthy Miklós leszármazottaitól. Ő pontosan tisztában kell, hogy legyen egyetemi szintű ismeretek birtokában a történelemmel, szándékosan hazudott, szándékosan csúsztatott, és egyenes szándékkal alázta meg, sértette meg a megemlékezőket. Újabb kis települések nyertek pénzt a Magyar Falu programban, ezúttal óvodaudvarok és temetők felújítására, illetve a falugondnokok járműveinek cseréjére kapnak támogatást. A kormány idén összesen 14 témában írt ki pályázatot, és több mint 4500 település kapott támogatást. A villanyt szerelik a Kapolyi Faluháznál. A 660 lakosú Somogy megyei település nyáron nyert támogatást az épület felújítására a Magyar Falu program keretében. A polgármester azt mondja, hőszigetelték a falakat, kicserélték a nyílászárókat és új berendezéseket is vásároltak. A nyár közepén nyertünk 19,5 millió forintot a faluház felújítására, ebből 15 milliót lehetett a külső, belső berendezésre és az eszközökre is kaptunk még külön 4-5 millió forintot. Tehát megvásároljuk az eszközöket, az asztalokat, a székeket, függönyöket. Ez már Csopak, ahol az önkormányzat egy mobil és egy 24 órás LKG készülékre kapott pénzt a Magyar Falu programban. A polgármester azt mondja, nem csak orvosi műszerekre pályáztak. Egy új pályázatot nyertünk közel 30 millió forint értékben, két pályázatunk megtartalék listán van, mert a keret kimerült.
A kormány tavaly indította el az 5000 fő alatti települések fejlesztési programját, hogy vonzóvá tegye a falusi életformát és megállítsa elnéptelenedésüket. Az elmúlt hónapokban több pályázatot is kiírtak, most újabb nagy összegű támogatásról döntöttek. Ennek a támogatási összege mindösszesen 12 milliárd forint. Ezúttal több mint 1500 kis település nyert pénzt polgármesteri hivatalok, óvodaudvarok és temetők felújítására, továbbá a tanyagondnokok járműveinek cseréjére, közölte a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Gyopáros Alpár azt mondta, a kormány idén összesen 15 témában írt ki pályázatot. Egyebek mellett utak járták felújítására, közterületek karbantartásához szükséges eszközök, például kis traktorok vásárlására, orvosi rendelők modernizálására. Egyszerű az eljárásrendünk, a kis települések kifejezetten örülnek annak, hogy hamar, gyorsan hozzájutnak a támogatási összegekhez. 15 pályázati kiírásunk volt az idei évben, ebből ezzel a falugondnoki szolgálatos pályázattal immáron 14-et abszolváltunk, egyetlen egy nyitott pályázat van még a kis települések számára, a szolgálati lakás pályázatunk. A kormánybiztos hozzátette, vannak olyan falvak, amelyek több pályázatot is beadtak és támogatást is nyertek. Összesen egyébként 150 milliárd forint áll rendelkezésre idén a falu programra. Kiengedték a börtönből a Hablány tragédia gyanúsítottját, az ukrán hajós kapitányt. Hamarosan mondjuk a részleteket, előtte viszont lássuk, hogy mi lesz még a híradóban. Téli gumi, fagyálló és láthatósági mellény az autók téli felkészítését ellenőrzik holnaptól. A sok halálos baleset miatt indult razzia, és 6000 méteren 300 km per óra, ezt tudják a honvédség új helikopterei, kettő ma érkezett Magyarországra. Megint mozgalmas volt az éjszaka a déli határnál, 40 illegális bevándorlót fogtak el rövid idő alatt a határőrök. A Balkánon is felerősödött a migráció, Boszniából ezrek indulhatnak útnak még a tél beállta előtt. Közben egyre több nyugat-európai ország ismeri fel az illegális bevándorlás kockázatát, köztük a németek, akik januártól veszik át az unió soros elnökségét, és azt tervezik egyébként, hogy teljesen átalakítják a menekültügyi rendszert. Mozgalmas volt a hétfő hajnal a déli határátkelő helyek közelében dolgozó rendőrök számára. Tehervonatra kapaszkodva, autógumik közé bújva, kamion rakterében dobozok mögé rejtőzve próbáltak átjutni a migránsok Magyarországra. Tompánál, Röszkénél és Hercegszántónál összesen 40 illegális határátlépőt fogtak el. A migráció a megszokottnál élénkebb volt már a hétvégén is. Csak egy nap alatt mintegy 70 illegális bevándorlót tartóztattak fel. Magyarországra indulunk, először gyalog, utána vonattal megyünk tovább Budapestre, mondta ez a férfi a határ szerbiai oldalán. Szerbia nyugati szomszédja, Horvátország is küzd az illegális bevándorlással. Ebben a Rijekai kórházban ápolják azt az életveszélyes állapotban lévő határsértőt, akire intézkedés közben lőhettek rá a rendőrök. A bevándorló súlyos hasi és mellkasi sérüléseket szenvedett. A rendőrség szombaton, nem messze a horvát-szlovén határtól, a hegyek között bukkant rá egy 15 fős csoportra, amelyiknek a férfi is tagja volt. Egyelőre nem tudni, hogy pontosan mi történt. A horvát belügyminiszter mindössze annyit közölt, a rendőrség ugyanúgy járt el, ahogy eddig is, védték a határokat. Meg akarták akadályozni, hogy a csoport átlépje a határt és átjusson Szlovéniába. Ekkor sérült meg az egyik bevándorló, a sérülést valószínűleg lőfegyver okozhatta, tájékoztatott Davor Božinović. Magyarországhoz, Szerbiához és Szlovéniához hasonlóan Horvátországban is mindennaposak a határsértések. Egységes uniós megoldás viszont még mindig nem született az illegális bevándorlás kezelésére. Németország most azt tervezi, hogy jövőre az unió soros elnökeként teljesen átalakítja az EU menekültügyi rendszerét. Az unióba érkező bevándorlókat már az EU külső határánál feltartóztatnak. A migránsoknak a határnál kellene megvárniuk a menekültügyi eljárás végét. A menedékjogra esélyteleneket visszaküldenék a hazájukba, a többieket kvóták szerint osztanák szét. A javaslat kidolgozói heves vitákra számítanak, főleg a kvótarendszer miatt. Sajtóhírek szerint ezt úgy orvosolnák, hogy a szétosztást elutasító országok pénzzel vagy határvédelmi feladatok átvállalásával támogatnák az új rendszert.
Európa határai, tisztelt képviselő úr, tisztelt ház, továbbra is védtelenek. Az elmúlt években semmilyen érdemi lépés nem történt a külső határok megvédésével kapcsolatban. A külgazdasági és külügyminisztérium államtitkára leszögezte, a magyar kormány 2015-ben elsőként vette fel a harcot az illegális migrációval. Jelezte, ahogy eddig, úgy a jövőben is kitartanak a migrációs politikájuk mellett. A bevándorlás ugyanis velünk élő probléma. Menczer Tamás emlékeztetett arra, jelenleg legkevesebb 30-35 millió olyan ember él Európa déli és délkeleti szomszédságában, akik bármikor elindulhatnak a kontinens felé. Migránsok okoztak tüzet egy hajón a konstancai kikötőben Romániában. A 6 algériai bevándorló egy panamai zászló alatt közlekedő hajón érkezett a Fekete-tengeri kikötőbe. A hajó kapitánya szerint a potyautasokat csak útközben fedezték fel, miután elhagyták a török felségvizeket. Az illegális bevándorlók a rejtek helyükön felgyújtottak egy matracot és füstmérgezést szenvedtek, ezért a parti őrség mellett a mentőszolgálatot is riasztották. A hajó kapitányát megbírságolták, amiért illegális bevándorlókat szállított Romániába, ahelyett, hogy átadta volna őket a török hatóságoknak. A hajót most a román hatóságok őrzik, amíg a migránsokkal együtt elhagyja a konstancai kikötőt. Kamikáze akcióval próbált 500-nál is több illegális bevándorlót spanyol területre vinni egy marokkói embercsempész. Furgonjával egyszerűen átszakította a ceutai határkerítést. Messzire viszont nem jutott, azonnal elfogták őket a határőrök. Az éleple alatt teljes sebességgel hajtott a marokkói spanyol határkerítésnek a furgon. Átszakította a fémkaput, majd lassan megállt. A teherautó csomagteréből 52-en bújtak elő, 34 férfi, 16 nő és 2 gyerek. Mindannyian Afrika belsejéből indultak útnak, embercsempészekkel Európa felé. A sofőr kamikáze akciójában 4-en megsérültek. Őket a ceutai kórházba szállították. A többieket idéglenesen egy migránsok számára fenntartott központban szállásolták el. Mindannyiukat visszatoloncolják Marokkóba. A furgon sofőrje egy Franciaországban élő marokkói ellen embercsempészet gyanújával indítottak eljárást a spanyol hatóságok. A migrációs válság 2015-ös kezdete óta csak néhányan próbálkoztak hasonló akciókkal. Az észak-afrikai spanyol exklávékba tartó illegális bevándorlók többsége inkább a Ceutát, illetve Melillát határoló magas kerítések megmászásával kísérletezik. Évente több mint 1000-en jutnak át így spanyol területre. 2017. februárjában mintegy 900 migráns rohanta meg a határkerítést egy időben az éleple alatt. A felfordulásban több mint 400-an jutottak át, és léptek meg a spanyol határőrök elől. Őket azóta is hiába keresik. A keresztényüldözésről rendeznek nemzetközi konferenciát Budapesten. Több mint 70 ország képviselteti magát a jövő heti találkozón. Magyarország 2 éve indított el egy programot, amellyel mintegy 70 ezer elüldözött keresztény hazatérését vagy szülőföldön maradását segítette Szírián át egészen Etiópiáig. A Hungary Health programnak köszönhetően térhettek haza többen is szíriai otthonaikba. Az iraki Kurdisztánban pedig új templomot vehettek birtokba a helyi lakosok. Sajgó Szabolcs jezsuita szerzetes a Hungary Health program jószolgálati nagykövete elmondta. Szíriai, iraki látogatásaik során azt tapasztalták, hogy akit valamilyen támadásért, azoknak az adományok mellett az is sokat jelentett, hogy mások együtt éreznek velük. A szíriai út az, amikor napokkal azután mentünk, csak napokkal előtte történt, hogy Amerika, Anglia, Franciaország bombázta Damaszkus külvárosát, és úgy nézett ki, hogy nem biztos, hogy tudunk menni, és hogy mégis mentünk, ez hihetetlen plusz reményt adott azoknak, akiket meglátogattunk. Hölvényi György EP képviselő arról beszélt, az üldözött keresztényeknek nyújtott segítség hidat képez a népek és vallások között. A keresztényeken keresztül már hidat képez, másoknak is tudunk segítséget nyújtani. Erre csak ugye egy példa, mondjuk ugye sokat emlegetett iraki iskola, meg más iskolák is, ami keresztény alapítású, vagy fenntartó kórház, de mindenkinek a rendelkezésére áll. A Hungary Health program megvalósításáért is felelős államtitkár hangsúlyozta, nem a migrációt kell támogatni, hanem a segítséget kell odavinni, ahol a baj van. Azbej Trisztán hozzátette, a keresztényüldözéssel szembeni globális fellépésért a kormány ismét nemzetközi konferenciát szervez jövő héten Budapesten.
azt tűztük ki célul, hogy ledöntsük a hallgatás falát, azt tűztük ki célul, hogy meggyőzzük más országoknak a kormányait, más nagy nemzetközi szervezeteket, hogy ne csak felismerjük ezt a problémát, hanem közösen tegyünk az üldözött keresztények megsegítéséért. A jelenlegi jelentkezések alapján csak a külföldi részvevők száma meghaladja a 200 főt, és több mint 70 ország fogja képviseltetni magát. A háromnapos nemzetközi konferencia november 26-án kezdődik. Izrael askenázi főrabbiát fogadta Orbán Viktor miniszterelnök a Karmelita Kolostorban. A találkozón Semmin Zsolt miniszterelnök helyettes és Köves Lomó, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség vezető rabbija is részt vett. A találkozó apropója az volt, hogy a kormányfő és David Lau askenázi főrabbi egyházi megállapodást írtak alá az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközséggel. Semmin Zsolt azt mondta, a magyar állam ezzel a szerződéskötéssel elismeri a magyarországi zsidóság teljességét. A miniszterelnök helyettes hangsúlyozta, a magyar zsidóság történelmileg is és napjainkban is elszakíthatatlan része a magyar nemzetnek. A bársonyos forradalomra emlékeztek a V4-ek házelnökei Prágában. A találkozón a magyar parlament elnöke arról beszélt, hogy a közép-európai népek sajátossága, hogy amikor kell, felkeléssel, forradalommal és szabadságharccal adják tudtára a világnak, hogy változásra van szükség. Kövér László hangsúlyozta, hogy a V4-ek az elmúlt években a legeredményesebb régiójává váltak a kontinensnek. Hogy ma itt szabadon ünnepelhetünk, azt együtt, közösen értük el. Tehát nem külön-külön utakon járva a csehek, szlovákok, lengyelek és magyarok, hanem tulajdonképpen egymástól elszigetelve is, de egymás törekvéseit közösen támogatva. Tehát Közép-Európa közös sikere mindaz, amit ma együtt ünneplünk. Elfogadta Várhelyi Olivér uniós biztosi jelölését az EP külügyi szakbizottsága. A magyar jelöltnek a múlt heti meghallgatás után ma délig írásban kellett válaszolni a testület kérdéseire, amely végül a szükséges kétharmados többséggel elfogadta Várhelyi Olivér jelölését. A teljes biztosi testületről az Európai Parlamentnek is döntenie kell még, a szavazása a tervek szerint november 27-én lesz. Gál Kinga, a külügyi bizottság néppárti tagja szerint Várhelyi Olivér a következő Európai Bizottság egyik legrátermettebb biztosa lesz. Mindaz, amit csütörtökön mutatott a meghallgatásán, az a rátermettség, az a szakmai tudás, az lehengerlő volt, az az európaiság, az a nyugodtság, amit felmutatott. Úgyhogy én biztos vagyok benne, hogy egy olyan portfólióra, ami ennyire lényeges és fajsúlyos portfólió, kiváló munkát fog végezni, és örvendek, hogy nem azoknak a lett igazuk, akik mindenáron akár a magyar érdekekkel szembe menve is el akarták vitatni ezt a portfóliót a magyar biztos jelöltől. Az ellenzék áskálódása megbukott, mindent megtettek azért, hogy Magyarországnak ne legyen uniós biztosa, de nem jártak sikerrel. Így reagált a hírre a Kormányzati Tájékoztatási Központ. Azt is írták, hogy Magyarország az EU bővítési és szomszédságpolitikai biztosi pozícióját kulcsfontosságúnak tartja. Nagy bajban vannak a méhek és a méhészek Európában, ezért nagyobb védelmet és többletforrásokat kér az ágazatnak Magyarország az Európai Uniótól. Nagy István agrárminiszter ma Brüsszelben az uniós agrártanácsülésén azt mondta, az európai méhészek minőségi termékei nem bírják a versenyt az olcsó Európán kívüli importtal szemben. Az időjárási körülmények és betegségek miatt drasztikusan megnövekedett a méhpusztulás. A magyar tárcavezető hangsúlyozta, a méhészet jelentősége óriási, az európai élelmiszergyártás háromnegyede ugyanis a méhek beporzásától függ. A magyar kezdeményezést 13 tagállam támogatta. Azért kezdeményeztük az Európai Uniónál a méhek kérdéskörének vizsgálatát, mert fontos számunkra a jövő. A méhek nélkül a nagy zöld megállapodás nem elképzelhető. Szükségünk van arra, hogy a méhek munkája folytán a környezetünket és a jövőnket is meg tudjuk védeni. Mit kérünk az Európai Uniótól? Azt kérjük, hogy nagyobb támogatásokat biztosítson. Köszönjük azt, hogy megemelték a nemzeti méhészeti nemzeti programok támogatását, de ez nem elég, hiszen csak a méz eladásból nem lehet finanszírozni és nem lehet fenntartani a méhészeti tevékenységet.
Még mindig indokolatlanul sok esetben szednek az emberek antibiotikumot, a gyógyszer viszont nem játék, felmérések szerint mindez ugyanis oda vezethet, hogy a baktériumok ellenállóvá válnak a hatóanyaggal szemben, és később már hatástalan lehet a gyógyszeres kezelés. Ez lehet a jövő egyik legnagyobb egészségügyi kihívása, hangzott el egy konferencián. Tömve van a gyermekorvosi rendelő váróterme Nyerlesújfalon. Rákóczi Mátét az édesapja hozta el az orvoshoz. Eddig próbálták antibiotikum nélkül kezelni a betegségét, de már második napja lázas a kisfiú, és a torokfájása sem akar múlni. Ha nem muszáj, nem szedjük az antibiotikumot. Inkább növényi dolog, de ha nincs más megoldás, muszáj beszedni azt is. Ez a mi az alapos vizsgálat után kiderült, hogy torokgyulladása van Máténak, így Rovács Melinda gyermekorvos az antibiotikum mellett döntött. Nagyon indokolt esetben írjuk fel az antibiotikumokat, amikor tényleg igazolódik a bakteriális fertőzés, vagy egy elhúzódó légúti fertőzésről van szó, aminek más szövődményei vannak. Azért nem érdemes sokat adni, mert nagyon gyorsan rezisztencia alakul ki a kórokozóban az antibiotikumok iránt. A szakemberek éppen ezért arra hívják fel a figyelmet, hogy csak a felírt gyógyszert szabad beszedni, és csak a meghatározott ideig. Ugyanis a túlzott antibiotikum szedése azt eredményezheti, hogy a gyógyszer hatástalanná válik a betegségekkel szemben. Az ellenálló baktériumok megjelenése pedig már világméretű probléma, mondta az egészségügyért felelős államtitkár egy szakmai konferencián. Nagyon nehéz helyzetbe hozta most Európának, így Magyarországnak is az egészségügyi ellátó rendszerét, hogy ha ezekkel a baktériumokkal nem lehet a jelenlegi orvostudományi tudás szerint megbirkózni, nincs rá elérhető gyógyszer, akkor az egyetlen menekülési útvonal ebből az, hogy meg kell előzni, hogy idáig ilyen szinten ellenállóvá váljanak baktériumok. Éppen ezért is biztosít a kormány többek között plusz forrásokat a műszerfejlesztésekre, hogy az orvosok ne csak a szakmai tapasztalatukra támaszkodhassanak a diagnosztizálás során. Országos razzia kezdődik holnaptól az utakon. A rendőrök azt ellenőrzik, hogy a sofőrök felkészítették-e járművüket a térre. Egyebek mellett a téli gumikat vizsgálják majd, és azt is, hogy a kocsit feltöltötték-e téli szélvédőmosóval, illetve a fagyánlóval. Ellenőrzik a lámpákat, az irányjelzőket és a láthatósági mellényt is meg kell majd mutatni. A személyautók mellett a kamionokat és a buszokat is megállítják majd. A sofőrök egy tájékoztatót kapnak majd a téli felkészülésről. Az országos ellenőrzés egészen csütörtökig tart. Megérkezett Magyarországra a Honvédség első két Airbus helikoptere. A Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési programban beszerzett több célú légijárművek a legkorszerűbb technikát képviselik. Idén egyébként még kettő érkezik ugyanebből a típusból. A 20 gépből álló új helikopterflotta első két darabja hétfő délután érkezett a budaörsi repülőtérre. Délkörül szálltak fel a németországi Donauwörthben az Airbus gyárból. A 700 kilométeres utat egy tankolással 4,5 óra alatt tették meg. Az új helikopterek a legkorszerűbb technikát képviselik, repülő számítógépeknek is nevezik őket. Utazó sebességük 300 km óránként és akár 6000 méteres magasságban is repülhetnek. A két H-145-ös első magyarországi feladata egy alacsony magasságban végrehajtott bemutató repülés volt Budapest felett. 1000 feet-en fogunk menni, de változó, valószínű egész 500 feet-ig, tehát az a 100 és 50 méter között fogunk repülni. Az Airbus H-145M típus hadrendbe állításával újabb képességekkel bővül a Magyar Honvédség légiereje. Az új elektronikus védelmi rendszerrel ellátott helikopterek felderítő, harci és kutatómentő feladatokra is alkalmasak. Ezek könnyű, több célú helikopterek. Ez azt jelenti, hogy a kategóriájuk a könnyű helikopter, ami eddig nem volt a Magyar Honvédségbe. A több célú az pedig azt jelenti, hogy egy helikopterben a kiképző helikopter, a kutatómentő helikopter és a fegyveres tűztámogató helikopter is megjelenik. Az új Airbus helikoptereket Budaörsről a Honvédség Mi-24-es helikopterei kísérték Szolnokra leendő bázisukra. Napokon belül megkapják a magyar lajstromjelzést, és megkezdik a kiképző repüléseket. A következő géppár várhatóan még az idén megérkezik. A légierő fejlesztése részeként a Honvédség a H-145-ösök mellett 16 darab közepes kategóriájú szállító helikopter, valamint nehéz szállító repülőgépek, ezen kívül korszerű,
vezetési pontot és kilövő állást is magában foglaló légvédelmi rakétakomplexumok és radarrendszerek beszerzését is elkezdte. A híradót Víg András tudósította. 160 millió dolláros programot indítanak magyar cégeknek, hogy részt vehessenek laoszi fejlesztésekben. Erről Szijjártó Péter beszélt, miután tárgyalt a laoszi miniszterelnök helyettessel. A tervek szerint magyar cégek újítják fel a laoszi főváros teljes szennyvízhálózatát, de részt vesznek majd élelmiszerbiztonsági fejlesztésekben és az elektronikus személyigazolványrendszer kiépítésében is. Magyar vállalatok számára megteremtettük a lehetőséget arra, hogy összesen 160 millió dollár értékben projekteket hajtsanak végre, így belépjenek a világ egyik leggyorsabban növekedő piacára. Ezek a programok, projektek természetesen erősítik a magyar vállalatokat, és ezen keresztül pedig erősítik a magyar gazdaságot és a külgazdasági teljesítményünket is. Kiengedték a börtönből az ukrán hajós kapitányt, miután a fővárosi törvényszék ma helyben hagyta az elsőfokú bíróság döntését. Ezzel a Hablány tragédia egyetlen gyanúsítottja letartóztatás helyett bűnügyi felügyelet alá került. Egy lakást jelöltek ki neki, amit engedély nélkül nem hagyhat el, és egy elektronikus nyomkövetőt is viselnie kell. A Viking Sigyn ukrán kapitányát tömegszerencsétlenséget okozó gondatlanságból elkövetett vízi közlekedés veszélyeztetésével, valamint 35 rendbeli cserbenhagyással gyanúsítják a májusi dunai hajókatasztrófa miatt. A nyomozás megállapította, hogy az ukrán kapitány kormányozta a szállodahajót a baleset pillanatában. A gyanú szerint szabálytalanul előzte meg a Hablány nevű sétahajót a Margit hídnál, majd felborította és maga alá gyűrte. A Hablány alig 7 másodperc alatt süllyedt el, 7 embert sikerült kimenteni a Dunából, 28-an viszont meghaltak, köztük dél-koreai turisták, valamint a Hablány magyar kapitánya és matróza. Kerítéssel és kitartottsággal gyanúsítható bűnözőket fogtak el a Nemzeti Nyomozóiroda munkatársai még a múlt héten Fejér megyében. A gyanú szerint prostitúcióra kényszerítettek egy dunaújvárosi nőt, a bevételét pedig elvették tőle. Az M1 értesülései szerint a bűnszervezet vezetője 2009-ben részt vett Marián Kozma veszprémi kézilabdázó meggyilkolásában. Akkor 13 évet kapott, tavaly nyáron szabadult feltételesen a börtönből. Kerítéssel és kitartottsággal gyanúsítható bűnözőket fogtak el a Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai a múlt héten Fejér megyében. Akkor csaptak le rájuk, amikor elegendő bizonyíték gyűlt össze a gyanúsításukhoz. A bűnszervezet vezetőjének lakásán tartott házkutatáskor a nyomozók újabb bizonyítékokat találtak és foglaltak le. A férfit őrizetbe vették, a bíróság pedig pénteken elrendelte a letartóztatását. A megalapozott gyanú szerint a 37 éves S.I. enyingi lakos március és augusztus között prostituáltként dolgoztatott egy nőt, akitől a bevételét részben vagy teljes egészében elvette. Ebben segítségére volt 3 bűntársa, akik, hogy a lebukást elkerüljék, saját bankszámlájukra utaltatták a pénzt, amelyet aztán a férfinak továbbadtak. Az M1 értesülései szerint S.I. nem más, mint a veszprémi kézilabdázó Marián Kozma 2009-es meggyilkolásában részt vett Sztojka Iván. Ő volt az, aki a földön fekvő, szíven szúrt Kozmába 2-szer is belerúgott. A férfit a kúria 2012-ben jogerősen 13 év fegyházbüntetése ítélte. Büntetéséből jó magaviselete miatt 9,5 év letöltése után tavaly nyáron feltételesen szabadult. Sztojka Iván 2011-ben a bíróságon még azt mondta, hogy bodzatermesztésből él. A mostani gyanúsítás arra utal, hogy szabadulása után a jövedelmét prostitúció elősegítésével próbálhatta kiegészíteni. Az áldozat családjának megítélt kártérítésből azonban a sértettek jogi képviselője szerint egy fillért se fizetett meg. Több mint 200 milliót ítéltek meg a eljáró bíróságok, a két szülőnek meg a lányoknak, a két lánytestvérnek, egy forintot nem fizettek meg, semmit. A kitartottsággal és kerítéssel meggyanúsított Sztojka Iván a BTK szerint halmazati büntetésül akár 15 év börtönt is kaphat. Emellett teljes egészében le kell még ülnie azt a 3,5 évet, amit a Kozmőben kiszabott büntetéséből feltételesen elengedtek. Elindult az európai hulladékcsökkentési hét, az egész kontinensen arra hívják fel a figyelmet, hogy minél kevesebb szemetet termeljünk. Itthon több mint 400 programmal készültek, a szemétszedéstől kezdve a hulladék újrahasznosításán át. A cél egyébként a szemléletformálás.
csomagolásmentes bolt Budapest belvárosában. Vevők tucatjai fordulnak meg itt naponta. Törekszünk minél inkább erre a zero waste életmódra, és emiatt ilyen hetente, két hetente jövünk ide, és az ilyen alapvető alapanyagokat igyekezzük innen beszerezni, a liszt, ecet, olaj. Országszerte egyre több ehhez hasonló üzlet nyílik. Ezekben saját vagy helyben vett edényekbe, vászonzsákokba lehet vásárolni. Ezáltal nem keletkezik újabb hulladék a gyári csomagolásokból. Mindenki egy picit tegyen, mindenki lépjen egyet. A hulladék csökkentéséhez mindenki hozzá tud tenni a maga módján. Erről beszélt a Híradónak Tóth Andi, aki a hulladék nélküli életmód egyik éllovasa. Konyhában nagyon egyszerű, ha például a mosogatószivacsot, a szintetikus mosogatószivacsot lecseréljük akár egy textilrongyra, vagy lufatöknek a szivacsára, esetleg mosogató kefére, ami nem műanyag, hanem például fából vagy természetes sörtéből van. Ezek mind-mind apró lépések, minimális beruházással járnak. Az Európai Hulladékcsökkentési Hét is erre szeretné felhívni a figyelmet november 16-a és 24-e között 30 országban, hogy próbáljunk meg minél kevesebb szemetet termelni. A magyarországi számokat nézünk, több mint 4 millió tonna az a mennyiség, amit évente hulladékként termelünk. A programhoz bárki csatlakozhat. Ez a székesfehérvári hulladékkezelő cég például filmvetítést tart a szelektív gyűjtésről, a munkavállalók között pedig gardróbcserét rendez. Itt az a lényeg, hogy általunk már nem használ, de még használható ruhákat kicserélhetjük egymás között, illetve ami megmarad, azt pedig felajánljuk valamilyen nemes célra. Ez már Zalaegerszeg. A Landorhegyi Általános Iskola harmadik éve csatlakozott az európai kezdeményezéshez. A diákok hétfőn például papírt gyűjtöttek. Azért, hogy ne pusztuljanak ki a fák, az állatok, az emberek, és hogy az egész föld életben maradjon. Nyisd ki a szemedet, csökkentsd a szemetet. Az iskolában már kiskortól környezettudatosságra nevelik a diákokat. Szemetet szedünk az udvaron, hogy tisztán tartsuk a környezetünket, majd pedig képes interaktív előadásra is sor kerül, amikor a hulladék szállító cégnek a szakembere fogja elmagyarázni a gyerekeknek, hogy mi a hulladék útja, miért kell szelektíven gyűjteni. Az Európai Hulladékcsökkentési Hét célja, hogy bemutassa a jó gyakorlatokat, felelősségvállalásra ösztönözze az állampolgárokat, a közösségeket és a civil szervezeteket. Közös jövőnk van, közös felelősséggel. Az Európai Hulladékcsökkentési Hét során olyan figyelemfelkeltő akciók megszervezésére kerül sor Európa szerte, amelynek rendeltetése a hulladékok csökkentése, a hulladékok újra használata, illetve az újra hasznosításra való figyelemfelkeltés. A kezdeményezéshez idén több mint 400 hazai akció csatlakozott, ami mind a hulladékok keletkezésének megelőzését tűzte ki célul. Roska Botond, neurobiológus kapta a Semmelweis Egyetem legrangosabb nemzetközi elismerését. Roska Botond az emberi látás visszaállításán dolgozik. 13 év alatt egy olyan oltást fejlesztettek ki, ami gyógyíthatja a vakságot. Az anyagot már tesztelik, 12-en meg is kapták az injekciót. That video is captured by the retina. Kutatási eredményeit mutatja be Roska Botond neurobiológus a Semmelweis Tudományegyetem szemészeti klinikáján. A világhírű professzor kutatócsapatával közösen fejlesztett ki egy olyan oltást, amely gyógymód lehet a vakságra. Munkáját több tudományos díjjal is elismerték, köztük a Louis Gentet díjjal, amit a Nobel-díj előszobájaként emlegetnek. Ezúttal a Semmelweis Egyetem díját vehette át, a neurobiológus egykor az intézmény tanulója volt. A díjjal együtt decembertől vendégprofesszori megbízást kapott, így a hallgatók részletesen megismerhetik a professzor kutatásait. Rengeteg emlékem van, és nagyon sok szeretettel gondolok vissza az itteni évekre. Nagyon élveztem idejárni, nagyon sokat tanultam, remek tanáraim voltak. És sokáig nem gondoltam volna, hogy én visszajutok az orvostudományba, eleinte csak kutatással akartam foglalkozni, de így sok év múlva ez nagyon hasznos volt ide járni. A 250 éves egyetemen 10. alkalommal adták át az elismerést. A 2009-ben alapított díjat olyan természettudományos területen dolgozó, világszerte elismert eredményeket elérő tudósok kaphatják, akik munkássága új utat mutat az élő természet megismeréséhez, és az emberiség javát szolgálja. Egyetemünk büszkén ismeri el azokat a rendkívüli teljesítményeket,
amelyek előre lendítik a tudományt és példát mutatnak a fiatalabb generációknak. A kormány támogatásával a Semmelweis Egyetem hamarosan egy tudományos parkot kap, amelyben kutatóközpontok is lesznek. A kormány és az Innovációs Technológiai Minisztérium elkötelezett az orvos és egészségtudományi felsőoktatás és ahhoz kapcsolódó kutatások, valamint egészségipari fejlesztések vonatkozásában. Feladatunk, hogy az olyan kutatások köré, amelyet Roska Botond professzor úr is irányít, az egyetemeinkhez kötődő versenyképes, ipari szempontok szerint rugalmasan alakítható science parkokat létesítsünk. A fejlesztéstől azt várják, hogy a Semmelweis Egyetem 2030-ra a világ legjobb 100, illetve Európa 5 legjobb gyógyító egyeteme közé kerüljön. Elindult az Ökumenikus Segélyszervezet karácsonyi jótékonysági akciója. Most is kuponok vásárlásával és az adományvonal hívásával lehet segíteni a rászorulókat. Az akcióra mézes kalácssütéssel hívták fel a figyelmet. 1353 darab süteményt sütöttek, és ez az adományvonal száma is. Folyamatosan érkeztek az adakozók az Ökumenikus Segélyszervezet adománypontjához a Szent István téri adventi vására tavaly decemberben. A jótékonykodók a helyszínen pénzadománnyal vagy különleges kézműves termékek vásárlásával segíthettek a rászorulókon. Az Ökumenikus Segélyszervezet idén is elindítja adventi adománygyűjtését. Az akció jelképévé vált mézes kalácsszívek most is önkéntesek segítségével készültek. A sütésbe népszerű énekesek, sportolók és televíziós személyiségek is bekapcsolódtak. Ismert emberként nagyon fontosnak tartom, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy akár nagyon pici dolgokkal lehet segíteni. Tényleg egy hívás a 13.53-ra 250 forint, és ezzel már nagyon sokat tehetünk azért, hogy a segélyszervezet egész évben tudja segíteni a rászorulókat. Kovács Kokó István jószolgálati nagykövetként immár 15 éve támogatja a segélyszervezet akcióit. Karácsony közelettével, az adventi ünnepek közelettével találkozni sportolóbarátaimmal, közéleti személyiségekkel, akik ugyanígy gondolkodnak, ez egy nagyon jó dolog, és valami elkezdődik ilyenkor mindig. Ez a közös adventi adománygyűjtő kampány, ami ezzel a szokásos mézes kalács szív sütéssel és ennek a díszítésével szokott elindulni, ez valahogy mindig az embernek már a karácsony közelettét jelzi. A több mint 20 éve indult ünnepi összefogás akár egy telefonhívással is támogatható. A 1353-as adományvonal tárcsázásával hívásonként 250 forinttal lehet csatlakozni a gyűjtéshez. Ezzel a mai akcióval az a célunk, hogy felhívjuk az egész ország figyelmét, hogy elindult az ünnepi összefogás, lehet hívni a 1353-as adományvonalat, és minden egyes hívás a 1353-ra nagyon nagy segítség, mert hogyha sokan megtesszük, ha sok néző tárcsázza a 1353-at, akkor mi is többet tudunk segíteni, és nem csak karácsonykor, hanem egész évben, hiszen az a célkitűzésünk, hogy egész évben tudjuk segíteni a rászorulókat. Az Ökumenikus Segélyszervezet évente családok tízezreinek nyújt segítséget élelmiszer, ruha vagy tanszerek formájában, átmeneti otthonokban pedig családok százainak biztosít lakhatást. Már csak nem 2 millió forint gyűlt össze, csak telefonhívásokból a Jónak lenni jó akcióhoz. A közmédia adománygyűjtő műsora idén a koraszülötteket, illetve az őket segítő Péter Csernyi Alapítvány támogatja. A 13600-as számhívásával 500 forinttal lehet támogatni a koraszülöttek mentését és szállítását. Most is lesz egésznapos műsorfolyam, méghozzá december 15-én. Nem sokára kezdődik a híradó az M5-ön, és ma este Kecskés Lillával. Szervusz Bogi, jó estét kívánok! Hamarosan Budapesten a Tudományos Világfórum, mutatjuk, hogy mivel készülnek. Gábor Áron utolsó fennmaradt rézágyúját 1906. augusztus 18-án találták meg Kézdivásárhelyen, mától pedig a Budapesti Hadtörténeti Múzeumban láthatja a közönség, erről is szó lesz. Híradónk után az Ez itt a kérdésben pedig arról beszélgetünk, hogy a kommunista diktatúrától megszabadult államok lakói valóban úgy érezhetik, hogy Moszkva diktátumát Brüsszel parancsai váltották fel. Vendégeink Frank Füredi, Tallai Gábor és Békési Márton lesznek. Pár perc is kezdünk. Lilla, köszönjük szépen!